Sikeresen pályázott az önkormányzat 2011-ben Nyíregyháza belterületi csapadék vízrendezésének fejlesztésére. A több mint 300 millió forintos projektet az új Széchenyi terv 90%-ban támogatta. A 410 milliós összköltségi beruházást a város 100 millióval egészítette ki. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, 2010 végén az időjárás okozta a belvíz problémák miatt a város különböző területein 400 ingatlan volt veszélyben. Ez rámutatott arra, hogy tervszerűen kell megoldani, az évtizedek óta elhanyagolt csapadékvízelvezetési gondokat rendszerszerűen kell kezelni. Az elkészült tervek alapján a város öt pontján az elmúlt év júniusában kezdődött a kivitelezői munka. Bővítették a városi egyes csatorna medrét, az Igrice befogadótól az Iboja utcáig. A kapacitás bővítésére átereszeket építettek a Bújtosi Parkban. A Család utcánál a Stop Shop melletti szakaszon, valamint a Sóstói városrészben az Igrice csatornán a Berenát utcánál. Emellett megépítettek egy 200 köbméteres vasbeton, valamint egy 2000 köbméteres földmedrű záportározót is. Fejlesztések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetők a városi csapadékvíz elvezető rendszer gyűjtő területeiről. A beruházás ünnepélyes átadásán dr. Kovács Ferenc polgármester, valamint dr. Adorján Gusztáv és Petneházi Attila önkormányzati képviselők vágták át a szalagot. Múlt év végéig, december 30-ig megtörtént a műszaki átadás, átvétel, egy 410 milliós beruházás valósult meg, ami kezeli ezt a problémát, tehát a fő elvezető csatornákat kibővíti, átereszeket épít ugye innentől Sóstóig, tehát ott a Berenát utcán is ezért volt az építkezés. Másrészt ide egy 2000 köbméteres nyitott és egy 200 km-es zárt záportározót építettünk. A zárt záportározó mindenképp öntözésre is használható, és emellett elkészült a városnak a csapadékvíz kezelési koncepciója. A polgármester hozzáfűzte a koncepció alapján, rendelkeznek egy problématérképpel is, tudják, hogy a jövőben hol és milyen munkákat kell elvégezni. Tehát a fejlesztő munka nem áll meg, elvi tervtanulmányokat készítenek, felkészülten várják az új pályázatokat, hogy tovább tökéletesíthessék Nyíregyháza csapadék vízelvezető rendszerét.